Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Dead in Vinland folytatása. Karinak van egy szintlépése, ez az első jó hírünk. Exploration, ha jól emlékszem, az igencsak ki van neki maxolva, mondjuk majdnem maxra menne. Bányász nem. Plusz egy akció, túl sok harcban vesz részt egészségéhez képest. Plusz egy akció, az nagyon-nagyon hasznos lesz. Makoto Training, Max Damage, Dysentery, rengeteg Sickness. Jó lenne meggyógyítani neki. 12 nap, wow. Na. Insomnia. Nausea. Az nem olyan vészesek. Forestry. Ki akar egy kicsit jobb? Öt meg tíz mindenre. A hungert úgyse tudjuk csökkenteni, és azért az jó lenne egy 50-es csökkentés. Rendben. Nagyszerű. Ki és mit? Neked már nem kell pihenni, azaz egy jó rész megvan. Szeszély dolgoz. Kell-e valakinek gyógyulnia? Ó, még egy szintlépés. Harvesting. Accuracy az fontos. Tényleg a vaksága, az ha volt is már elmúlt. Bad with Beast. Pihenni, gyógyulni senkinek nem kell. Nagyon. Jó. Vizet nem kell senkinek gyűjteni. És elvileg van kajánk. Igen, rengeteg kaján. No, akkor inkább innen kezdjük. Kari megy földeríteni, ezen nincs is mit kérdezni. Favágás. Kőgyűjtés. Hát begyűjtesz egy adag gyümit. Gardenünk, hogy áll? Szó-szó. Dolgozik a maga ügyében. Szeszély dolgozhatna kötéleken. Ezt betoljuk. Egy kő, egy fa. Alapvetően jól állunk. Holnap el kell kezdeni majd halászni a adakozáshoz, meg kajakészítés, meg mi egyébre is. Egyenlőre fát gyűjtögetünk. Megfelderítünk. Sziszé. Ouch. Még egy körre kell majd maradnia. 2-3%-ért. Ciki. Taverna megsérült. Wow! Teletöltötte a vízkészletünket egy menetből. Gyümik.
7 gyümölcs. Hemp és magok. Hat fa. Láttunk volna jobbat is, ez hiszem a minimum értéke. Köveket szereztünk sokat. Kis felderítés. Újabb meadow. Egy meadow. És nincs arc. Az szerencsé csak fát igényel. Így az belefér. Björn bejárata. Megpróbáljuk, újra. Hősbátor Robin. Előről nem volt semmi haszna, úgyhogy menjünk be hátulról. Nem jártunk sikerrel. Wow! Huszonöt és egy maradandó. Csodás. Nem annak kellett volna meggyógyulnia. Jó, paranoiát meggyógyítottuk. Na, hát akkor gyere, békén hagyjuk ezeket. Van-e más valaki, aki elég zizis? Harvesting camp. Lássuk. Crafting befejeződött. Kétszer is a tavernát találta el a villám. Na, se baj, tele vagyunk vízzel, úgyhogy valószínűleg holnap se kell vizet gyűjteni. 45 hemp, akkor egy 15-ös kötél gyúrásra nekiállhat majd Sissi. Felderítés, fél siker. És harc. No.
8 akció, brutális, de szeretjük, ezért vagyunk. Ezért erősítgetjük, amennyire csak lehet. Lássuk, mit kapunk. Jajsz, vagytok páram. Kétszer speci célzott lövés. Kis szerencsével kiütjük a kettővel, vagy kis szerencsével megöljük egyből. No, hát... Eddig jó. Kari ideges lett a harcban. Nem szimpatikus, amit a többiek tesznek. Fight for me! Buffol csak. Nem éli túl azt a kört. Öt akció. Egy újabb hármas. Meg még három. Sok nem marad belőle. Sonfordálj előre. Egy kill. Meg egy másik pofon a Slavernek. És akkor Kari, dupla íjászkodás. Az nagyon durva, hogy kétszer jön a célzott lövésével. Hát ezt lemészároltuk őket. Kari kezd elég potens lenni, ezt nem lehet mondani. Többiek meg hát nem rontják a helyzetet. Inkább ezt mondanám. Taverna, hát ismét javításra szorul. Ha kétszer találják el, akkor nem lesz jó helyzetben, ezen nincs mit cifrázni. Na, lássuk a következő napot. Na, lássuk, mit. Fú, depresszió. Úgy látom, itt pihenni kell majd valamikor egy masszív depressziós köröket. Mindenki mentálisan nyomi. Kettő vízme is maradt holnapra. Alapvetően még szerencse, hogy jól állunk. A 20-as éjségre van egy megoldásunk. Veggie. Na, és jól eláll. És nincs hátránya. Alapvetően amennyi van ebből,
mindenkit rendbe rakunk. Felteszem a következő adakozásig, húzza az ügyet, vagy éhen hal közvetlenül, nem tudom melyik a cél. Ez a 85 az durva. Stinky elmúlt. Depresszió picit, nagyon picit javult. Azt hiszem, simán esik. Készíts nekünk rengeteg kötelet. Kari, leváltod szomorú társaságunkat. Pihenőre mész. Vagy a helyzetünk nem végtelen, mondjuk, azért azt nem mondhatjuk. És mondjuk most kell majd nekiállni. Ta-ta-ta-ta. Halászat minden mennyiségben. Ötször fog halászni a öreg. Remélem ezzel elviseli magát. ...45 hempet behúzott. 15 kötél meg lesz estére. Ez fincsi. Víz az tele van. Kicsit kapál. Nyolc fincsi hal. Az mondjuk elég arra, hogy Moira megy egy receptkörre. 8-at megsüt, és akkor lesz gyakorlatilag 2 adag kajánk. Kimegy Kari mellé, Moira, kertészkedni, majd valaki. Te inkább menjél. Fa is fontos lenne, mondjuk. De inkább bányásszál, azzal hasznosabb vagy. Hát, valami ilyesmi. Ez egy eléggé szegényes nap lesz. De Kari esetében depressziót kell kezelni. Mások esetében egy kicsit rendezni kell az ügyeket. Ó, nem fejezte be. Na, az pek. Az bizony pek. 6 jó hal, 2 nagyon jó hal, és 40 tűz. Hat hal. Depressziója elszáll. Mert hát a halászat az egy depressziós sport.
Pem 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 pem. Na. Egynek jó volt. Sörrel gazdagodott szellemileg. Tüzet kezeljük, mielőtt random kialszik. Az este. Kokokokó. Egyet ide. Újra ide. Ja, ó, hát, hülye vagyok. Este van. Nem kell még átrakni őket, majd holnap. Na, az egy hasznos extra depresszió csökkentés. Szem fatig. Szó, ennyit tudunk tenni értük. Ez remek lesz holnap, 3-1-es megmaradt. Na hát a 20 az begyűjti, azon nincs mit csinálni. Az 14-es meg eszik egy-egy jót és örül mint magának nagyon. Egyesekre azért nem dobok be kaját. Két-három napra elég kaján van. Au. Ezek szerint fölfele kerekít. Néha. Hát ez pek, hogy megfelezte gyakorlatilag a kajáink egy részét. Így két napi kajából egy nap maradt. No, hát azt már legközelebbre. Úgy vélem. Adakozással egybekötött program.